Sziasztok srácok, itt ismét Damien. Jöjjön egy újabb csomag, ez nem más, mint az Illusionistnek a Tinker csomagja, ami eh, hát engem egy ilyen, nem is tudom, Sky Kapitány, holnap világa. ezt már többször elmondtam, és szerintem többször el is fogom mondani, de nekem engem nagyon emlékeztet, kíváncsi vagyok, hogy a belseje, a belső dizájn fog -e erre emlékeztetni. Minden esetre mindenféle és dolgokra készüljetek fel, bontsuk is ki gyorsan. Szavasztok. Itt vagyunk, megérkeztünk, tinker pakli bontás következik, ami. hát Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem Sky kapitány és a holnap világa, így az első dolog, ami eszembe jut, meg egy kicsit ilyen fallout, fallout, fallout. Ö, nem tudom. Ö, minden esetre gyorsan megszabadulunk így, a, valahol itt van ennek a bontója. Aha, itt van. Megszabadulunk így a fóliától, hogy jobban lássátok a magát a paklit. Na hát maradt egy kis. Egy. Sőt. Na, maga a doboz karton. Karton doboz. Nincs lezáró matricánk, de nézzük meg így magát a, a dizájnt. Hát egy robot. Igen, ahogy éppen ott működik rajta a tudósuraság oldalt semmi, kivéve azt, hogy 56 exploratory machine pieces. Ja, hogy 56 ilyen, ilyen darabot, mint hogyha, mint hogyha, egy gép lenne, egy szerkezet lenne, igen. Joshua Ray, nem Jay, Ray, Joshua j jel közösen lett készítve ez a csomag, illúzionisztos csomagról van szó. Azt mondja, house building, spring and fun, repair and mind blowing. <laughs> Nagyon, nagyon kis szellemes, és uh, azért itt, itt van egy kis uh, lényeg, hogy Luxury Press I7-es stokra készült a dolog, és akkor alul fölül. Lezárom a ticánk, meg nincs. Ó, 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 hát jó, igen, tudjátok, hát a Kárta az duplán csomagolja így a kártyáit. Na, ettől is próbáljunk meg megszabadulni. Nézzük, hogy hol lehet ettől megszabadulni.

a hangja is milyen puha, és hogyha Nézzétek, ez a, ezért mondom, hogy ez ilyen, ez ilyen kicsit ez a barnás, a rozsdás dizájn, így a legyezőben is, megnézitek, ez a barnás, rozsdás dizájn, meg nagyon jó ez a csík itt középen, mert ez ad, ad egy, ad egy ilyen dizájnt a fannak. Nézzétek, a hátoldal, meg ilyen kütyükkel, meg gépekkel, meg eszközökkel, meg elemek, ceruzák, aksik, fogók, csavarok, anyacsavarok, kalapács, minden van benne minden van benne. Ja. Na, tehát így néz ki a hátoldal, így néz ki a hátoldal. és akkor nézzük az elejét. Joker, azt a mindenit. Shuffle the Thorn, nem Shuffle o Tron, Shuffle the Tron, Shuffle -tron. ez egy ilyen kártya keverő gép. Nézzétek meg, keveri a kártyákat és ez is kártya keverő gép, és szerintem ugyanaz a két Joker. Ennek örülünk, hogy ugyanaz a két Joker. Na, itt van az ász, összeérinti a vezetéket. Ti is látszok ilyeneket így, innen ne nagyon csináljatok, jó? A vezetékeket összeérinti, Ha találunk vezetéket valahol, és így összeérintjük, abból nem mindig sülki jó dolog. Maradjunk ennyiben. Na, nézzétek! Maguk a kártyák, tök jó, mert full tiltes az egész, és ilyen, tényleg ilyen rozsdás, aki nézete. rozsdás a, kinézete, a kinézete, és ilyen kisebbek ugye a, a, az indexek. Na, itt pedig, hát ez, srácok, ez a, ez készen, csavar kulcsot kapott a, a Bubi, csavarhúzót kapott a, vagy francia kulcsot, csavar kulcs, francia, francia kulcs, csavar kulcs, mindegy. Csavarhúzót kapott a Dáma, az a dá nézzétek, milyen, milyen morcin néz. Milyen morcin néz. A király pedig egy baromi nagy betonkalapácsot. És nézzétek, mini Jóslat az egy, pik 9-es, vagy hogyha így fogjuk, akkor pik 6-os, így vagy úgy. Jóslat, Jóslat, többieknél nem volt Jóslat, nem látom. De van Jóslatunk, nagyon jó. Ez a kalapács, meg csavarózó, meg ilyen ö, dolognak így a beillesztés a figurás lapokba, tudjátok, mire emlékeztet? Nem emlékszem, hogy mutattam-e. Lehet, hogy mutattam, lehet, hogy nem. Még nagyon-nagyon régen stílnapokon voltam, és ott kaptam ilyen, az magyar kártya volt, de stíles, és akkor megdizájnolta a stíl, megdizájnoltatta így a magyar kártyát, és akkor mit tudom én, ott is a, a figuráknak a kezébe stílláncfűrész, meg ilyenek voltak, azt nem tudom, hogy mutattam-e, nem tudom. Ha igen, akkor valaki írja meg kommentbe, hogy volt-e róla videó, vagy ha nem, akkor azt is írjátok meg teljesen mindegy, vagy ha egyáltalán kíváncsiak vagytok rá. Na nézzétek, szép nagy nagy a, a és akkor a kárólapok ugyanúgy, full ugyanúgy, és tök jó piros fekete, tehát színben nem volt változás. Na, villanykörtét kapott kábellel együtt a bubi. Nagy, ez nagyító? Ez nagyító, igen. És nézzétek, még meg is van dizájnolva, hogy, hogy tényleg nagyít a kárónak a sarkára, tehát még erre is figyeltek. Tök jó. Nagyítós dáma. Próbálom lesni, nézzétek, ilyen kis fogaskerekek, meg minden a ruciba. Tök jó a heggesztő király. úgy de heggezti! Nézzétek, a sityakját heggeszti. Ott megy is a heggesztő, mert ott mennek a, mit tudom, a szikrák, meg minden. <laughs> Próbálom nézni a jóslatokat is, hogy van-e. De hogyha nem veszek észre valamit, és ti igen, akkor nyugodtan szóljatok. Fűrész. Fűrészelő király. Na, ez pedig fogja a kábelt. Veszélyes. Dáma, mi? Csajok kezében ilyen veszélyes dolgokat adtak, látjátok? Ez, a hogy egy vonalzót adtak volna. Ugye, a dáma kezébe, de nem azt a bubi kapta a vonalzót. Micsoda vonalazó. Treff, 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 szép, nagy treff. Na, és akkor az öngyilkos királyunk most nem öngyilkos, hanem kapott egy szemüveget, és mi ez valami joystick, vagy valami. Mi az Isten fogott a kezébe? Az micsoda? Valami kar, valami vezérlőkar, vagy valami, nem tudom, ilyen joystick, valamit irányít vele, tudjátok, biztos valami darut, vagy nem tudom, vagy a fejét. Minden szemüveg van rajta. Tök jó. Azt a bubi. ők teljesen máshogy néznek ki, tehát valószínűleg az alkotókat akarták szimbolizálni vele, tehát sőt, valószínűleg biztos. Szerintem ő, ő nem Joshua Ray? Szerintem ő Joshua Ray lesz. Na mindig. Tehát az alkotókat akarták, itt is a állítható francia kulcs. Hmm. A Bubi az maradt a régi, és ő egy, ez egy kalapács, és egy fogóval így a kört így kicsit megbuherálja. Igen, hát muszáj, meg kell buherálni azt a kört, ja. És akkor a körlapok, azok ugye szokásosak, és nézzük, hogy mit kapunk a végén, körász. Hmm, kapunk egy duplikát tref az nagyon jó, a duplikált tref 4 jó dolgokat lehet csinálni, mert ugye egy ilyen csomagban nem hiszi el az ember, hogy létezhet két ugyanolyan lap bizony. És van még nekünk egy double bekerünk. Így van. Ja. Na srácok! Hát ő, ő a Tinkerdek, a duplikát négyesnek és a hátlapnak körülünk, mármint a double backernek. Nézzük meg, hogy ó, nagyon puha, nagyon puha, jaj de puha, jaj de puha. Tudjátok honnan lehet megállapítani, hogy valami nagyon puha? Hogy mikor rifle shuffle csinálom, nagyon könnyedén így, ú, így hátra lehet húzni. Tehát érzem, tehát már úgy vagyok vele, hogy csak elne, ne. Jú, tehát ilyen nagyon könnyen be lehet nyomni. Nagyon könnyen be lehet nyomni a rifle a kártyát és ez érezhető. Na, srácok, hát ő volt a Tinker, 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 Tinker csomag, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép csomag. Na, fordított fáról, csináljunk egy fordított fáról, nézzétek. Uhuhu, uh -huh. uhuhu, szép lassú fordított fáról. Na, jó ez, jó ez, jó ez. Uh, tehát ő volt a Tinker csomag, a Tinker deck, megmutatom a dobozát, kirakjuk. Közben itt ilyen óriás legyezővel itt szórakozgatok. El elszórakoztatom én itt magamat. Nem tudom nektek, hogy tetszett. Nekem tetszik ez a. Ez a uh, GPS, vagy nem tudom, ez az átdizált. Uh, cucc kártya, tehát hogy a figurák meg minden így át vannak dizájnolva, nekem ez bejön, remélem nektek is, de írjátok meg így a véleményeteket, hogy ti mit szóltok, illetve hogy tetszik nektek így a Illusionist-nek ez a limitált Tinker csomagja, és hogyha tetszett, akkor logikusan nyomjatok egy lájkot like is a videóra, meg iratkozzatok fel mert az is hasznos dolog tud lenni. Na, találkozunk legközelebb. A következő pakli, amit bontani fogunk, azt már tudom, hogy egy olyan pakli lesz, amire sokan kíváncsiak vagytok, sokan lehet, hogy nem vagytok kíváncsiak rá. Sikerült most elraknom belőle. Így van. És ezért megnézzük. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, addig pedig legyetek jók, sziasztok!